tuski rajdoktor Hegedűs Csaba birkózó olimpiai bajnokunk mondta róla egyszer, abban a szerencsés helyzetben lehettünk társaimmal egykoron, hogy a mester edzhetett bennünket. Igazi halhatatlan, akinél többet, ez idáig senki sem tett a magyar birkózásért. Higgyék el, nem túlzóak a szavak. Az élő legenda Krúj Iván története következik. Láttam, nem leszek világklasszis. Voltam ifjúsági magyar bajnok, felnőtt válogatottnak tagja, a keretnek a tagja. De rájöttem hamar, nincs itt, így át kell menni egy másik pályára. És akkor mentem át az edzője. Egyik napról másikra abba azt hagytam. Fordító csípő, hadd nézzem! Így van, szép volt! Én az edzői pályára vágytam mindig. Volt nekem egy nagyon jó tanítómester, dr. Papp László, Európa bajnok, aki akkor volt a legfelső bíróság elnöke. Úgyhogy megbeszéltük, az rendben, és azt mondja, jössz mellettem, és edzősködsz mellettem. Mit kapott tőle? Minden tiszteletet, szeretetet, meg hogy kell szeretni a gyereket. Úgyhogy én szóval nagyon az első neki rugaszkodás, neki köszönhetem. A gyerekektől egészen a felnőttekig végigjárta a Szamár létrát. Olimpiai világ és Európa bajnoki érmeseket nevelt a Fradiban, majd a válogatottnál. Nekem érzékem volt a jó hangulat megteremtéshez, és ilyen szinten már nagyon fontos, hogy szeressenek dolgon, higgyenek az emberbe. Képzeld el, hogy minden válogatott birkózó nagyobb eredménye volt, mint nekem. Most odaállna edzősködni ezeknél, hogy én mutassam nekik fogás, akik mindenki jobb birkózó volt. Aztán megoldottam úgy, hogy azok a fogások, javítani nagyon tudtam. Azok a fogások, amit akartam, bemutattam a versenyzőket. Aki jól csinálta, akkor azt elhitték. Úgyhogy... Mennyi időbe tellett, míg elfogadták? Fél év. Fél év után imádtak. Ez volt az erőségem nekem tulajdonképpen. Nem nagyon szerettem, hogy ő volt az edzőm. Tehát vannak ilyenek, hogy nem szereti a nap, hogy a szülő az edző. És utána viszont, amikor már nem lett ő az edző, más volt az edző, akkor mindig hozzámentem tanácsokért a versenyeken. Ez egy érdekes dolog. És most egy mondom, egy olyan 5-6 éve körülbelül egy ilyen teljesen haveri. Nem is baráti, a haveri lezserpartóra. Tehát, mint hogyha barátok lennénk. Szerencsés voltam, hogy 71-ben Szófiába bíráskodtam először VB, ahol Csaba a Hegedűs tuskirály lett. És utána már sinem voltam, egyenesen ment az utam. És a csúcs a Müncheni olimpia volt, ahol mint edző is voltam. Egyedül én kaptam évek óta először meg, hogy mint edző bíráskodhattam. Aztán ez ott... ma már elképzelhetetlen? Igen, nincs, igen, edző nem bíráskodhat. Akkor se lehetett. Nem tiltakoztak a többi csapatnál, hogy van az a magyar válogatott edzője, sem mellett a másik szőnyegen meg bíráskodhat? Nem, megkérdezték, nem, féltek tőlem. Tudták, én bíró vagyok, és aztán, és mondom, ott volt az első nagy löket, amikor 5 döntőt vezettem kötöttbe, 4-et szabadba olimpián. Fiatal taknyos kölyök. És mindegyik jó sikerült, nem volt óvás, meg ilyenek. Mire a legbüszkébb, ha lehet ilyet kérdezni? Hát kettőre vagyok a legbüszkébb. Igen? Sorrendben először erre vagyok neki. Igen? Ez a centenáriumról 100-as, ebből 100 darabot adtak ki. A legjobb fradi sportolók, vezetők, meg mindent, ezek vannak rajta. És utána pedig, amit kaptam a Filától, halofém, ami a csarnokban benne vagyok, New Yorkban. És van még a Halhatatlanok klubjában, a birkózóknál más magyar? Van Poyák Imre, Kozma Pista és Hegedűs Csaba. De ő birkózók, én mint bíró, funkcionális egyedül vagyok.
én nem bírok végignézni már egy felnőtt versenyt, ez a tologatás, meg minden, szóval itt nem dominálja jelen pillanatban a kondíció, az erőlét. Azért, mert hamar vége van. Mondom, lenne kétszer öt perc, vagy mit tudom, háromszor három, mint régen volt, az volt a legideálisabb nekünk, magyaroknak. Mi mindig nagyon jó kondícióval versenyeztünk. Marad az olimpia műsorán a birkózás? Szerintem marad. Nagyon erős háttere van. Szóval nagy országok állnak mellette a birkózás mellett. Igen, ez jó volt. Ne esély tusba, oldalra esély, bevágok egyet. Kedves, jószívű és hát a versenyzőért megtenne bármit. Én nagyon tisztelem őt, mert már bejárt egész világot, és nagyon nagy tapasztalattal bír. És ha bármit mond, azt meg kell fogadni, mert ő a egyik legjártasabb ebben a sportágban. Egyszer fölhívott engem a Losonci Otto, aki régen a Fradiból birkózott, fölhívott, azt mondja, hogy van egy terven, kéne csinálni egy birkózó szakosztálya, segítené nekem ebbe? Mondom, szívesen. És leültünk, 5 perc alatt megegyeztünk, és aztán mondom, hozok egy edzőt, mondom, a fiamat, az föltétlen, mondom, az jó edző. És aztán vagy te, még vagyok én, mondom, hárma kezdjünk ezért. És megkezdtük, és aztán nagyon szép eredmények jöttek a kicsik között. És ma már kinőttük, ma már utánpótlás egyik fellegvára, az SMTK. Nagyon jó edző, nagyon szeretem. Nagyon jó bíró volt, jó a kedvenc edzőm. Egy igazi jellem, gyakorlatilag a SMTK égköve. Ő nem is tudom, kabalánk már szinte. Ő mindig minden verseny ott van, minden versenyen a lelket öntje belénk, és hát a legjobb. Hány éve van a birkózásban? 49-től. Mennyi, hány éves? 49, az 50, az 50, 60, 64 éve. Így van. És ebből 9 olimpia, az maga 36 év, igaz? 11-ben volt egy kis probléma, nem? Vagy 10-ben volt? 2010-ben? 10-ben volt, igen. Mi történt? Egy agyvérzés, éjjel kaptam egy agyvérzés, reggel nem bírtam beszélni. Még mindig érezni egy kicsit, a nehezenben beszélek. Ha 2 percet késünk, akkor vége már, akkor már nem ülünk itt, nem beszélgetünk. Azonnal megoperáltak itt a nyakamat, ezt az eret kivették. Most viszont látom, följár a szőnyegre a gyerekekkel. Nem, ez muszáj összeszednem magam, szóval én soha nem adtam föl. 12 éves versenyzői pályafutás, 35 esztendőn átívelő nemzetközi bíráskodás, 9 olimpiával, 60 világ és Európa bajnoksággal a háta mögött megszámlálhatatlan elismerés birtokában most azt mondja, végre pályafutása csúcsára ért. A mesteredző ismét gyerekekkel foglalkozhat, a jövő bajnokait kutathatja és nevelheti Pesterzsébeten, egy bizonyos Krúj Ivánról elnevezett sportcentrumban. És milyen érzés élő legendának lenni? Egy óriási érzés. Óriási érzés. Ezt nem lehet elmondani.